Mai feladatunk a hátsó kipufogó dob tartóvasának az újraalkotása, mert ezért nem akarok venni újat. Van egy ekkora szál lapos vasam. Ezzel a kis maszkoló szallaggal levettem a teljes körméretet. Úgyhogy majd úgy fogom elhelyezni, hogy itt a végét, két végét meghajtom, hogy így csavarral össze lehessen csavarozni, és akkor erről levágom ezt a vasat, és ráhegeztem majd erre, és elvileg ennyi lesz a nagy téma. Szépen meghajtogatom, ez kész. Ez a szállapos vas, ez 56 centi, bejelöltem a közepét, 24 centire jelöltem a hajtás helyét, mindjárt meghajtom. Ez nem kell más, mint egy kis nyers brutalitás. Hogy akarom hajtani? Aha, mondjuk hajtsuk így. Egy. Vigyázzunk, hogy jól hagyjuk a másikat, körülbelül itt. Ez így készen is van, és ezt szépen így mindjárt formára hajtom a kipufogón. Mert hogy túl is hajtottam amúgy, nem kellett volna ennyire meghajtani. Egy, mondjuk. Valami ilyesmi forma kell nekünk. Meg lehet, hogy ez még így jó is. Mindjárt megformálom a kipufogó dobon. Ezt ennyi. Durván így össze is húztam. Nem is rossz. És akkor oda kell majd ugye felrakni a történetet, úgyhogy azt majd le kell vágnom, azt majd ráhegesztenem a tartóvasat. Meg kifúrni erre. Hát, durván ilyen lesz a formája. Áll az égnek az eredeti megvan, még amennyi megmarad belőle, hogy körülbelül oda mérem. Így bejelölöm, hogy ettől meddig kell, hova kell elhelyezkednie durván ennek a vasnak. Így, ezt levágom, utána ráhegeztem. Így helyeztem el, ez egy nagyon vékony lemez. Van még ott egyébként anyag. A hetrával azért nem akadt, ez biztos átégetem. Én megpróbálom egyből a húzalossal, hát legalább megpöttyinteni, végigvarni, és akkor megnézzük, hogy mi történik. Hát valami ilyesmi.
Így alatt a hőztés. Szerintem annyira nem rossz. Mindjárt beakasztom, megnézem, hogy milyen. Utána már csak ki kell fúrni két fúratot. Csavar össze, az kész is. Provizórikusan összefogtam. Be is van akasztva a gumibabba. Ez össze lesz húzva, ez úgy fogja fogni, mint a kötelező lenne. Ez az egész, úgyhogy jó lesz ez. Nagyon sok kifurkálom. Így lesz lapos vasból kipufogó, döbrö, rögzítő konzol. Teljesen hibátlan. Nagyon jó. Mindjárt végignézem a többi részét is. Szóval jó hegesztést!